főleg úgy, hogyha igazak, amit csiripelnek a madárkák, akkor szíved egy darabkája ott paradt. És ez egy érdekes helyzet volt, hiszen te majdnem kiejtetted Dorcit, ugye, aki... Hát most mondhatjuk, hogy a barátnőt? Ezt szoktak mondani, hogy az egyik szemem sír, a másik üveg. Most mi a hivatalos státusz most? Együtt vagyunk, egy párt alkotunk. Egy párt alkottok. Így van. Persze az ember szurkol neki itthonról, mert tehát szeretné, hogy élvezze és sikeres legyen, vagy sikerüljön neki ez az évad is, de persze annál inkább várom haza. De ti kint ismerkedtetek meg, vagy már előtte is volt? A műsor előtt ismerkedtünk, egy 3 héttel. De akkor a műsor kapcsán ismerkedtetek meg? Igen. Én nem, bevallom őszintén, lehet, hogy gáz, nem néztem a második évadot, tehát ami nekünk vége volt az elsőnek, én utána így nem követtem a következőt, és ugye abba szerepelt. És utána a promó forgatásán találkoztunk, egyből két puszi elcsattam, mintha 1000 éve ismernénk egymást, és akkor onnan indult ez a 3 hetes ismerkedés, mert ugye átutaznunk kellett Dominikára. Te indítottad azt a két puszit? Szerintem nem, bár ezen még mindig megy a vita. Na de hát majd mindjárt arról is beszélünk, hogy te majdnem kiejtetted Dorcit, tehát hogy ezért ott nagyon ingott a lét, és akkor tulajdonképpen együtt jöttetek volna haza. Úgyhogy ez is egy érdekes helyzet, hogy mégsem így történt. Szurkoltam valamilyen szinten. Hogy ez megtörténik. Ez megtörténik, hát ha... Bármilyen gyarlón is hangzik ez most. Igen, remélem, hogy a családja nem nézi most, de nyilván az ember szurkol neki, és tényleg szeretné, hogy a legjobban sikerüljön. De amikor egy ilyen 3 hetes ismerkedés előzi meg így a kapcsolatot, akkor szeretnél minél többet kapni. Na de hát most figyelj, most van a legjobb. Tehát milyen jó lesz majd, amikor 2-3 hónap múlva hazajön. Legyen így. Tulajdonképpen Szandrának meg is köszönhet. Egyébként tudtok beszélni? Vagy tartjátok valahogy a kapcsolatot? Vagy semmi, nulla kép? Semmi, nem lehet. Nem tudjuk, tehát ugye telefont elveszik, megszűnik a kommunikáció. Akkor sok-sok Instagram képet szomorú smiley-kkal, de még veletek folytatjuk, most elmegyünk egy rövid szünetre, aztán megyünk tovább Szandrával és Patrikkal.